Folytassuk is a raktáros tételeket a 16. tételen. Ismertesse a raktározásban használatos anyagmozgatógépeket, jellemzőiket és alkalmazásuk területeit. Kulcszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Az anyagmozgatógépek csoportosítása működésük szempontjából szakasos működtetésű, folyamatos működtetésű. Az árufogadásnál használatos anyagmozgatógépet, a raktári horizontális anyagmozgató illetve anyagmozgatás anyagmozgatógépei, a be- és kitárolás anyagmozgatógépei, az expediálásnál használatos anyagmozgatógépet. Nézzük is meg a tárolótéri anyagmozgatást. A raktári kiszolgálógépek végzik a különféle rakodási anyagmozgatási feladatokat, rendeltetésüket tekintve beszélhetünk a járművek rakodórendszereiről, melyek feladata a beérkező vagy az éppen kiszállításra váró árujárműről le, illetve felrakása. Következő csoport az áru előkészítő téri anyagmozgató rendszerek, melyek feladata az áru átvétellel, a tárolótér kiszolgálásával és a kiszállításra való előkészítéssel kapcsolatos anyagmozgatás, árufogadás, betárolás előkészítése, tárolótéren kívüli komissziózás, előkészítés, kiszállításra. Rakodó targoncák, szállító targoncák, ezek a jellemző eszközei, illetve az univerzális villás emelő targoncák, görgős és hevederes szállító pályák. Tárolótéri anyagmozgató rendszerek, melynek feladata a tárolási egységek be- és kitárolása, illetve a tárolótéri komissziózás biztosítása felrakógépek, felrakó targoncák, komissiózó gépek, komissziózó targoncák, szállító targoncák, körgős és láncos szállítópályák. Anyagmozgatási rendszerek Az anyagmozgatás anyagok, félkésztermékek, termékek, áruk nem nagy távolságú egy-egy üzem keretén belül helyváltoztatása, mely nem nyár együtt a termék alak és állapot változásával. Az anyagmozgató rendszereket a leggyakrabban az anyagtovábbítás jellege szerint csoportosíthatjuk. Vannak folyamatosak, szakaszosak, illetve vannak kombinált, azaz vegyes, árutovábbítás biztosító anyagmozgató rendszerek. Vannak a folyamatos működésű anyagmozgató rendszerek megszakítás nélkül, illetve ütemes anyagáramot hoznak létre a fel- és a leadó elemek között. A rendszerek valamennyi szállítóeleme folyamatos működésű szállítógép. A folyamatos működésű anyagmozgató jellemző, hogy mindig azon irányban továbbítják az anyagot, működési szempontból nincs üres menetük, ami azt jelenti, hogy akkor is mozgásban vannak, ára továbbítások részek, amikor esetleg az anyagfeladásban szünetek vannak. Működtetésük során helyben maradnak, csak a teherhordó elemeik mozognak együtt az anyaggal. Túlnyomórészt részt állandó telepítésűek, de egyes típusaik hordozható kivitelben is készülnek. Kialakításukat döntő mértékben befolyásolják a mozgatott anyag tulajdonságai, valamint az anyagfeladás és leadás helye közötti anyagmozgatási útvonal vonal vezetése és hossza. Jellegzetes anyag specifikusak, tehát nem általános felhasználhatóságúak a gépek. Hordozóelemes szállítógépek, amit itt láthatunk a képen is, amelynél az anyagok, illetve az anyag a hordozó nyugszik és vele együtt mozog. Vannak a hevederes szállítószalagok, csuklótagos szállítószalagok, mozgatóasztalok, asztalok, vontató elevátorok, serleges tárcás karos, Páternoszterek, illetve láncos szállítópályák. Az anyagot helyben maradó adátámasztáson mechanikus vagy gravitációs úton továbbító szállítógépek. Vonóelemes szállítógépek, vibrációs szállítógépek, forgóelemes szállítógépek, például szállítócsiga, Hajtott szállítópályák, például hajtott görgős pályák, amit itt láthatunk a bal felső sarokba, illetve gravitációs szállítópályák, csúszdák, ejtők. Harmadik, ugye az anyagot áramló közegben továbbító szállítógépek. A pneumatikus, szállító berendezésük a bennük áramló gáz, levegő vagy folyadék kisebb szentségi vagy porszemi anyagokat magával tud ragadni. Ezt a jelenséget használják ki az alkalmazásokkor, és a marmok örlemények, a bonal, szemes termék, pernye, cement szállítására alkalmazhatók. Hidraulikus szállítóberendezések. berendezések. És akkor vannak még a szakaszos, szakaszos működtetési anyagmozgató rendszerek, megszakítások, ciklikus anyagáramlást hoznak létre. Munkaciklusban működnek, cikluson belül rakott és üres menetek vannak. Szállító elemeik különböző méret és mennyiségű anyagok különböző egységen, egységben összefogottan átszállítanak, illetve áthelyeznek az anyagfeladási megrakási helyről a mozgatási kezdőpontjára. Illetve vannak az anyagleválasztó rakási helyre mozgatás végpontjai is. Az anyag leadását követően a gép üresen visszatér az anyag feladás helyére. Az anyag felvétele és lehelyezése, illetve meg és lerakásuk a gép álló helyzetében történik. A tehermegfogó megfogó is rendelkező anyagmozgató anyagmozgatógépek nagy része az anyag önálló felvételére és lehelyezésére is alkalmas, például rakodógépek, emelőtargoncák. A tehermegfogó szerkezettel nem rendelkező szakasos anyag megfodó, megfogó gépek csak szállítási funkciót látnak el. Meg a lerakásokat kézzel vagy más anyagmozgató rakodógéppel végzik, ilyen például a szállító targonca. A szakaszos működtetési anyagmozgató gépek a megválasztás szempontjából padlószinthez, sínpályához, illetve helyhez kötöttség szerint portasíthatók Vannak a padlószinti, sinpályához nem kötött anyagmozgatógépek. Ezek az önjáró daruk például, autódarú, lánctalpas daru, szakaszos működtetésű rakodógépek, leginkább ömlesztett áruk tárolásánál vagy szállító járművek rakodásához használják, kanalas rakodógépek biztos láttatok már illetve fejfeletti rakodók, forgó forgókotrók és géplapát. Ezek a földmunkagépek lényegében. És akkor még vannak a gépi hajtású targoncák. Ugye vontató targoncák és szállító targoncák, emelő targoncák, Kis emelésű kézi emelőtargonca, nagy emelésű gépi emelőtargonca, toló-oszlopos emelőtargonca, oldalvillás emelőtargonca, felrakó targoncák és komissziózó targoncák. És akkor még vannak még a padlószinti sínpályához kötött anyagmozgatógépek, például bagdarú, rakodó portáldarúk, toronydarúk. És vannak még a nem padlószinti simpályához kötött anyagmozgatógépet, gépek például a futódarú, függő És akkor még vannak ö, helyhez kötött gépek. ugye ezek a konzordarúk, felvonók, ezek itt helyhez vannak kötve, ezek meg padlószinti, ez itt, amire most beszélek, ez padlószinti ö, síkpályához kötött, és ugye vannak a nem padló szinti kötöttek, ezek a futódaruk, illetve vannak a helyhez kötött anyagmozgatógépek, konzoldaruk, amiket itt láthatunk, és akkor még ezen belül, akkor nézzük is meg a vegyes anyagmozgatási rendszereket a kombinált vegyes anyagmozgató rendszerek különböző jellegű szakaszos és folyamatos, vagy különböző funkciói, például szállító, elosztó, gyűjtő, tároló alrendszerekből állnak. A kapcsolódási helyeken többnyire szükség van az anyagok átmeneti tárolására. Az átmeneti tárolók lehetővé teszi a rendszer megbízhatóságának és ezáltal teljesítményének növelését. Szakaszos működtetési anyagmozgatógépek jellemzői. A szakaszos anyagmozgató rendszerek szállító elemei ciklikusan megszakításokkal végzik az anyag továbbítás a fel és lerakó hely között. A szakaszos működtetésű anyagmozgató rendszerek legfontosabb jellemzői: megszakításos, ciklikus anyagáramlást hoznak létre, mechanik meg munkaciklusokban működnek, cikluson belül rakott és üres menetek vannak, például e, szállító elemeik különböző méretű és mennyiségű anyagok különböző egységbe összefogottan átszállítanak, illetve áthelyeznek az anyagfeladási megrakási helyről a mozgatás kezdőpontjába, tehát anyagleadási e, lerakási helyre, tehát a mozgás végpontjához. Az anyag leadását követően a gép üresen visszatér az anyagfeladás helyére. Az anyag felvétele és lehelyezése, illetve meg és felrakásuk vagy lerakásuk a gép álló helyzetében történik. A teher megfogó szerkezettel is rendelkező szakosos, anyagmozgató gépek nagy része az anyag önálló felvételeire és lehelyezésére is alkalmas, ilyenek a rakodógépek is előtt A teher megfogó szerkezettel nem rendelkező szakosos anyagmozgató gépek csak szállítási funkciót látnak el, meg és lerakásukat kézzel vagy más anyagmozgató végzik, ilyen például a szállító targonca. A szakaszos működtetési anyagmozgató gépek a megválasztás szempontjából a padlószinthez, simpájához, illetve helyhez kötöttség szerint csoportosíthatóak. Itt láthatjuk a táblázatot a szakaszos működtetési anyagmozgatógépekhez. Tehát van a első, tehát ami az első fakban van, tehát a padlószinti sínpályához kötő között anyagmozgatógépek, tehát kötött anyagmozgatógépek. Ilyenek például önjáró daruk, homlok rakodó, fejfeletti rakodó, forgó rakodó, forgókotró géplapát, gépi hajtású targoncák, szállító targoncák, emelő targoncák, kis emelésű kézi emelőtargonca, nagy emelőtargonca, gépi emelő targonca, tolóoszlopos emelő, targonca, emelő targonca, felrakó targonca, komissziózó targonca. Második padlószinti simpályához kötött anyagmozgató gépek, bagdaruk, rakodódaruk, porszáldaruk, toronydaruk. Harmadik nem padlószinti simpályához kötött anyagmozgató gépek, futódaruk, függő simpályák. Négyes helyhez kötött anyagmozgatógépek, konzoldaruk, tehát oszlopos vagy fali, és felvonók. A folyamatos működtetési anyagmozgatógépek a folyamatos működtetési anyagmozgató rendszerek megszakítás nélkül ütemes anyagáramot hoznak létre fel és leadó elemek között. A rendszerek valamennyi szállító eleme folyamatos működtetési szállítógép. Folyamatos működési anyagmozgatógépekre jellemző mindig azonos irányban továbbítják az anyagot, működési szempontból nincs üres menetük, ami azt jelenti, hogy akkor is mozgásban vannak, áru továbbításra készülnek, vagy készek, amikor esetleg az anyagfeladásban szünetek vannak. Működik során helyben maradnak, csak a teherhordó elemeik mozognak együtt az anyaggal. Túlnyomó részt állandó telepítésűek, de egyes típusaiak hordozható kivitelben is készülnek kialakításokat döntő mértékben befolyásolják a mozgatott anyag tulajdonságai, valamint az anyag feladás és leadás helye közötti anyagmozgatási út, illetve útvonal, kezel, útvonal vezetése és hossza. Itt láthatjuk a táblázatot, amiben fel fogom nektek olvasni a adatokat. Első, hordozó szállítógépek, amelynél az anyag hordozó elemen nyugszik, és vele együtt mozog. Heveder és szállítószalagok, csuklótagos szállítószalagok, mozgóasztalok, vontató láncmáják, elevátorok, serleges tárcák, karos, páternoszterek, láncos szállítópályák. Második. Az anyagot helyben maradó, a látámasztáson mechanikus vagy gravitációs úton továbbító szállítógépek. Vonóelemes szállítógépek, vibrációs szállítógépek forgóelemes szállítógépek, például a szállítócsiga, hajtott szállítópályák, például a hajtott görgős gravitációs szállítópályák, csúzdák és hejtőcső. Harmadik az anyagot áramló közegben továbbító szállítógépek. Nem kis szállító a bennük áramló gáz, levegő vagy folyadék kisebb szentségű vagy poranyagokat magával tud ragadni, ezt a jelenséget használják ki az alkalmazásukkor, és malmi őrlemények gabona a szemes termék szement szállítására alkalmazhatók, hidraulikus szállítóberendezések is vannak. És utoljára az utolsó részt az tehát az emelőgép biztonsági szabályzat tartalmához. A hatályban lévő emelőgép biztonsági szabályzat kötelezően előreírja az emelőgépek, Gépi Targoncánk időszakos biztonsági vizsgálati kötelezettségét. Mely szerint háromféle vizsgálatot különböztetünk meg: szerkezeti vizsgálat, fővizsgálat, időszakos biztonsági felülvizsgálat. Tehát szerkezeti vizsgálat, fővizsgálat és időszakos biztonsági felülvizsgálat. A szerkezeti vizsgálat célja, hogy a gép olyan nagyobb volumenű meghibásodását feltárja, amelyek a gép munkabiztonságát veszélyeztetik, ami kiterjed a gép dokumentációjára is. A fővizsgálat egy részletesebb vizsgálat. Tartalmában magában foglalja a szerkezeti vizsgálatot is. A gépek, illetve a gépet részletes és szigorúbb vizsgálat alá helyezi, a dokumentációt is beleértve. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot eredendően a munkavédelmi törvény írja elő, és ez szerint azt legalább 5 évente veszélyes munkaeszközök esetén el kell végezni. A vizsgálat kiterjed a gép és környezete biztonságot érintő kérdéseire, de alapvetően a gép műszaki állapotának vizsgálata nem tárgya, kivéve a biztonsági berendezéseket. A gépek üzembe helyezésekor meg kell határozni, az üzemi csoportszámot, amely a napi átlagos működési idő a terhelhetőség kihasználásának függvénye. Az üzemi csoportszám alapján kell meghatározni a vizsgálati rendet. És ezzel be is fejezném a 16. tételt, úgyhogy további jó tanulást kívánok!